Tavaly nyitotta meg első alkalommal kapuit a tavaszi tárlat Nyíregyházán a Városi Galériában. Az akkori hagyományteremtő szándék sikeresnek bizonyult. Idén márciusban újabb 15 ismert nyíregyházi képzőművész mutathatta meg alkotásait. Vannak, akik eltértek az eredeti, leginkább rájuk jellemző alkotásoktól, teljesen újszerű alkotásokat hoztak. Ez nagyon-nagyon nagy öröm, és nem csak fiatalokra jellemző, idősebb korosztályra is jellemző ez. Idősek, fiatalok egyaránt megtalálhatók itt. Bárki pályázhatott a részvételre az elmúlt egy év anyagával, aki Nyíregyházán él és alkot, valamint tagja valamely szakmai szervezetnek. Én úgy gondolom, hogy akik neveztek, mindenki elérte azt a szakmai színvonalat, hogy kerüljöhessen be ebbe a tárlatba alkotása. Úgyhogy én úgy gondolom, ez volt talán a legkönnyebb része a kiállítás megszervezésének. A színes, tavaszt váró, vidámságot keltő alkotások között láthatóak kerámiából készült emlékoszlopok, pasztelfestmények, rajzok és különleges fotók is. Utóbbiak készítője a megyénkben is jól ismert Csutkai Csaba. Engem is megcsapott akkor új vívmánya a drónos fotózás, és ezekkel a drónos felvételekkel jelentem a kiállításra, jelentem meg, ami számomra egy új megoldási formát jelent. Nem annyira úgy, mert a légi felvételeket korábban is készítettem elég gyakran, kevésbé olyan jelleggel, hogy ez hogy lehet, netán egy művészi kiállításnak a falán is. A tavaszi tárlatot április 4-éig, kedtől szombatig 9 és 17 óra között láthatják az érdeklődők a Nyíregyházi Városi Galéria emeleti termében.